Ceai contra a cerne. Most sem egyenes, igaz? Nem. Boldog Halloween-t! Oda tegyem újra a létát! Ne. Csak tarts bakot. De ugye nem akarsz? Skyler! Kitöröd a nyakad! Áh, ne csináld! Na, milyen lett? Ejha! Hány évig tornáztál, hogy így megy? 6,5. Ez amolyan otthon ki ne próbált dolog. Otthon is ezt csinálod, mert ha igen, akkor értem, hogy a szüleid miért féltenek annyira. Mi jut eszembe, 6-ra haza kell érnem, mehetünk? Igen. Húzom a táskámot. Figyuszkány, mielőtt elmész, nem énekelsz? De. I just wanna scream out loud. Nothing's gonna stop me now. I'm never coming off this cloud. So move over, move over, move over. You don't wanna mess with me. I know who I'm meant to be. Never gonna slow me down. Nothing's gonna stop me. Nem rossz, Skyler. Holnap írtójú bulit csináltok. Gondolod? Bocsika, épp próbálunk. Miért nem kezditek előről? Egy profi énekessel. Csúcs. Hey, Sky. Kösz, hogy beálltál. Szívesen. Beléd van zúgva. Ryan? Ugyan. Haverok vagyunk már Ovi óta. Ráadásul barátnője van. Csak volt, szakított Mirával. Megint? Ejha, nehéz követni az eseményeket. Kéne egy ilyen program. Azért jártak, mert egy pantában zenélnek, Mira kényszerítette őt. Igazából érted, van oda. Csak képzelődsz. Te meg totál vak vagy. Nem vagyok vak. De az vagy. Várj, miért mész arra felé? Rövidebb a temetőn keresztül. Csak így érhetek haza időben. Sky! Hé, hey, figyusz, szerintem ez mégsem olyan nyerő ötlet, szóval... Miért rinyálsz ennyit? Megcsináld már, mi olyan félelmetes egy temetőben? A halottak! De most komolyan, mindenhol halottak fekszenek! Ugyan, nem a halottak miatt kell aggódni. Hanem az élő halottak miatt. Váltsunk témát, mielőtt bepánikolok. Oké. Tudod, ha tényleg tetszem Ryannek, miért nem hív el randizni? Mert biztos fél. Mégis mitől? Attól, hogy nemet mondasz. De nem félhet attól, hogy azt mondom nem. A visszautasítástól, tudod, a pofára eséstől a legtöbb ember fél. Nem értem miért. Mert te semmitől sem félsz, de nem vagy normális. És ez örökké kísérteni fog. Még mit nem. Pedig... Mi volt ez? Biztos egy macska. Vagy egy élő halott közelít. Ó, Istenem, ott jön! Mégsem, bocsika. Csak egy cica. Egy zombi cica, aki emberhúsra éhes. Utállak! Tényleg, őszintén mondom! Bevetted!
Ez elég rázós szitu volt. Még nem kéne itt lenniük. Ez a Halloween talán más lesz. Jó reggel, sietek, puszi! Ne, olyan gyorsan, a reggeli az első. Fúj! Mi ez? Fokhagyma. Immunerősítő. Megvéd a csúnya dolgoktól. Mert senki sem jön a közelemben miatt. Apáddal ma este szokás szerint az éves szimpóziumon leszünk a Történelmi Múzeumban. Rendben van? Miért olyan fontos Halloween a tudós társadalomban? Miért nincs a szimpózium mondjuk november 1-én? Valahogy így alakult. Tudod, ma este van Ryan bulija. És azon filóztam, hogy esetleg elengedtek egy kicsit. Úgy döntöttünk, hogy nem engedünk el. Ha tényleg? Az a legbiztosabb, ha nem mész ma sehova. Miért? Itt laknak az utcában. Veszélyes a mai este. Minden évben ezen veszekszünk Halloweenkor. Sok kéteselem. Kik? A jelmezbe öltözött kis srácok? Anya, muszáj elmennem Ryan buliába. Léci, bármit megteszek cserébe. Bármit megteszel? Bármit! Mi lenne, ha... Nem mennél bulizni. Hol van apa? Skyler, nem mehetsz le oda! Apa! Apa! Jelen? Mondd meg anyának, hogy ne legyen nevetséges. Utálja, ha ezt mondom. Mi az? Mérgező iszap. A legkisebb hatására is berobbanhat. Megmutassa? Inkább ne, köszi. Te tudod, kislány? Apa, elmehetek Ryan bulijába. Persze. Szuper szerepet ír. Igen, drága? Ma este van a buli. Akkor nem. Nem mehetsz el a buliba. Tessék! Az a helyzet, drágám. Apa, ne drágámozz! Kincsem, az van. Ez rosszabb, mint a drágám. Figyelj, ha idősebb lesz... De mennyi? 16. Majdnem 16 vagyok. De csak majdnem. Drágám, nagyon szeretünk. Nem azért kérjük, akkor hogy... ne keserítsétek meg az életem. Skyler, mi nem? Skyler, drágám! Hiszti! Tínék, á? Csak a baj van velük. Honnan tudhatnád? Van egy macsekom. Jelenleg nagyon nehéz korban van. Drágám! Igen? Mi lenne, ha elmondták? Figyelj, most rengeteg dolgunk van. Ugye megetted a fokhagymát? Drágám, már ezerszer megmondtam, a fokhagyma nem űzi el a szörnyeket, világos? Ez csak ostoba babona. Ahogy a szörnyek is. Igen. Tessék. Van benne ráció. Megetted a fokhagymát? Nem, ostoba dolog. Pontosan. Figyelj, ezt nézd meg! Teljesen kifejlett. Pedig tegnap kaptuk el, amikor még Halloween sem volt. Mi folyik itt, Steve? Bárcsak tudnám. Költői kérdés volt. Az enyém meg költői válasz. Nem vagy vicces. Nem már! Nem lehetett volna egy kis... A szüleim nem engednek el ma este. Ez komoly? Meddig bánnak úgy veled, mint egy csecsemővel? 16 éves koromig. Mert 16 évesen zárnak majd zárdába. Nem kizárt. Ez annyira gáz. Haver, látnod kellett volna az arcodat. Csak udvariasságból kiáltottam. Nem akartam, hogy kudarc élménye legyen. Fúj, azt hiszem bepisiltél. De... Nem is! Nem volt vicces! De egy kicsit az volt. Az agy...
bizonyos része az amigdala felelős a félelemérzetünkért, ezáltal megmentheti az életet. Ha nem lazít, az tuti felrobban a fej. Az amigdala azt üzeni a hipotalamusnak, hogy vészhelyzet van. Ne görcsölj az előadáson. Tarolni fogsz. Tudod, hogy stressz helyzetben leblokkolok. Ha ki kell állnom az egész osztály elé, totál lefagyok és idióta leszek. Ne hagyd, hogy megijesszenek. Mondja a rettenthetetlen lány. Sziasztok! Várjátok már az estét? Nagyon. Tuti, jó lesz. A szülei is nagyon várják. Aha. Alig hiszem, hogy apád megengedte, hogy a McCurry házban bulizzunk. Még soha senkit nem engedett be. Senki nem vágyott oda, mert félelmetes. Tényleg kísértetek lakják? Ki tudja? Azt beszélik, az öreg McCurrynek elment az esze. Éveken át ki sem mozdult a házból. Ryan, át kell néznünk a dalokat ma estére. Rendben. Suli után próbálunk. Nézzetek be. Feltétlenül. Ne hidd, hogy megtéveszthetsz. Hagyd békén Ryant, különben esküszöm. Tönkreteszem a nyomorult kis életedet. Nem is tudom, mire tudod, ehhez komolyan kéne, hogy vegyelek. Amire sanszod sincs. Nem hiszem el, hogy Ryan járt vele. Tudom, félelmetes. Nem működik az amigdalája. Hát nem. Kevesebb gitár kéne a mixbe. A rajongóim nem fognak hallani. Ó, ne. Ne. Ez rettenetes. Először is túl kicsi rajta a nevem, másodszor tök ferde. Lécinek helye még egyszer elkérnem a létrát. A gondnok írtó büdös. Szólok, Skyler. Ne! Csak tarts bakot. Figyelj, mire a Skyler 6 éven át szertornázott. Csak és... tarts bakot! Rendben. Lehet? Kicsit balra. Még. Köszönöm. Ne mozdulj. Oké. Eltévedtél, kicsim. Igen, eltévedtél. Majdnem tökéletes volt. Pedig még naplemente sincs. Cobb, elkaptunk még egyet. Nem tudom, hová fér. A rendszer kezd túlmelegedni. Üzenem, hogy kapcsolja be a tartalékgenerátort. Kapcsold be a tartalékgenerátort. Igyekszem. Én is tudtam. Nem ez az első vadászatunk. Imádom, amikor ilyen harcias vagy. Jéha! Say so many of them like you don't have a clue that I'm signed, sealed, delivered with a stamp on. You don't have to try too hard. You already have my heart. You don't got a thing to prove. I'm already into you. So hold me tight now. So good to
don't say a word. Jó van, elég. Tudom. Rémes volt, igaz? Dehogy is. Csak már rég hallottalak énekelni. Mert utálom a hangomat. Nem tudom, mihez kezdjünk. Hol van Mira? Ó, de jó ég, mi történt? Lefordítom. Elesett így, nincs szóló énekesünk. Remek ötlet! Énekelhetnél te! Ismered a dalokat? Én? Igen, fantasztikus a hangod. Remek leszel. Tudod, az a baj, hogy a szüleim elég... Kérlek, Sky, segítened kell. Miért is ne? Jó muka lesz. Szuper, figyelj, ha a lámpalázat lenne, vagy valami miért ilyesmi... Miért lenne? Nem tudom, mert ki kell állni egy csomó ember elé, akik mind téged bámulnak. Ez rémisztő? Te sem tűnsz rémültnek. Viccelsz? Rettegek. Csak épp a zenére koncentrálok. És az segít. Hát, ha így lesz, majd kipróbálom. Ó, ha megrémülnél, csak nézz ránk. És együtt énekelünk. Jobb, ha most hazamegyek, mert érted, készülnöm kell. Elnök is. Rendben. Számítunk rá. Viszlát este. Az ötlet, hogy bevegyük helyetted, egészen fantasztikus volt. Cobb, valami nincs rendben, mert 10-szer erősebb aktivitást észlelek. Mintha valami szellem találkozó készülődne. Nem lesz elég áram a tankok üzemeltetéséhez. A legutóbbi plazma szintje az egeket verdesi. Azt hiszem, ennek némi köze lesz a díszvendégünkhöz. Figyelj, szeretném, ha szemmel tartanád Skylert. Nagyon veszélyes lenne az utcára menni. Vigyázz rá, nehogy kimenjen a házból. Nem probléma. Remélem, tudod, hogy 15 dolcsit kérek óránként a babysittelésért. Vagy semmit, ahogy gondolod. Szeretném, ha grátis dolgoznál. Jó, igen. Akkor vágjunk bele. Ingyen melózom. Ó, oh, ne. Mi a baj? Rengeteg jelet fogok. Tényleg? Igen. Mázli, hogy babysitterkedhetek. Semmiképp nem mehetek? Ez az utolsó szabad? Attól tartok, igen, drágám. Rendben. Jó. Ugye nem akarsz kiszökni? Dehogy akarok. Az mégiscsak gyerekes lenne, mint a szobafogságotok. Julie, van még két szellem... Szellemes megjegyzésem a beszédemhez, a ma esti szimpóziumra, szóval azt hiszem jobb lenne, ha... Mennünk kell. Igen, igen. Igen. Jó étrevem. Szia, kicsim. Jó mulatást. Szia! Van kedved kabácsival lógni? Társasozzunk, jó? Mit szólsz egy halászathoz? Nem kell rám vigyázni. Hé, nem babysitter vagyok, inkább egy tini társalgó. Szívesen. Bekapcsolom a riasztót, hogy biztonságban legyél. A riasztót? Ez komoly? Ó, drágám, észre se veszed, kivéve, ha el akarsz menni. Legyen szép estétek, és ne nyissátok ki az ajtókat, vagy az ablakokat. De egyiket se. Már majdnem 16 vagyok. Rémesen érzem magam. Azt szeretnéd, hogy az utcán csavarogjon? Az őseid vére folyik az erejében, és nem tudja ez mit jelent. El kellett volna mondanunk, fel kellett volna készíteni. Lehet, de már késő. Nem tudom a riasztókódját, szóval ha azt akarod, hogy a barátaid átjöjjenek, remélem már eleve itt vannak.
A szobámban leszek. Utálom az életemet. Képzés nélkül nem lehet szellemírtó, sokkal inkább áldozat. Drágám, a saját érdekében tesszük. Több fokhagyma kellett volna. Ó, ne kezd már megint ezt a fokhagyma dolgot. Több tanulmány kimutatta, hogy a fokhagyma kikeves... Több unalmas tanulmány. De lehet, nem unalmasabb, de tudod, az idén pár út a készen kéne lenni. Nem, annál bonyolultam. Várj, mi van? Bezártak a házba. 10 perc múlva talizunk a ház előtt. Várj, mit akarsz csinálni? Mit? Áramszünetet. Megszököm itthonról. De... megrémít. Sokkal szórakoztatóbb lenne egy ellenféllel. Majd később. Most hová mész? Csak... kiteregetek. De nincs is felszállító. Ó, nyerésben voltam! Lekapcsolom az áramot. Ne nyúlj a biztosítékhoz! Időnk lesz még arra. Annyira durva! Ezt már szeretem hallani. Dadozia, Bob! Gyertek elő! Nagyon jól néztek ki. Kinek a félelméből táplálkoztok? Az önkéből! Nézzétek, milyen gyávák! Biztosan finomak! Mindegy! Gyertek! Vadásztuk le a vadászokat! Ó, ne aggódj, drágám! Újra együtt leszünk! Az örökké valóság! Hopp! Mégis mi ez? Ez elég hosszú sztori. Elmondanád dióhéjban? A gonosz Spiné halhatatlan, a szüleidre vadászik, hogy elrabolja a lelkedet. De... hé! Na! Fogalmatok sincs, milyen jó érzés szabadlábon lenni. 15 éven át voltam bezárva. Meg nem mondanám rólad. Egyszerűen remek formában vagy. Igen, edzettél valahol? Egy tankba zártak, te idióta! Bocsi. Sok mindent kell behoznom. Hogyan a horror izleták? Stephen King írogat még? Igen. Bár legutóbb történelmi regényt írt. Félelmetes történelmi regényt? Nem egészen.
Na és a horrorfilmek még nagy üzlet. Ne, bundi paródiákat gyártanak, de a vámpírok menők. Ó, ez ígéretes. Kivéve, hogy ezek romantikus vámpírok, akik szerelmesek. Faj, akkor sok munkánk lesz. Jártál edzeni? Neked tényleg nincsen agyad. Tehát meglepetés? Én már csak ilyen vagyok. Nyugi, ez csak egy jelmez. Nagyon életlő jelmez. Nézd meg! Nem láttam ilyen plazma jeleket már vagy 15 éve. Csak nem. Vissza, vissza furgonba. Rendben. Nem párnád be az ajtót? Én vezetek, mi lenne, ha te zárnád be? Mi lenne, ha te foglalkoznál a kocsival, én meg a felszereléssel? Mindig így volt? Gyerünk. Szeretném, ha tudnád, hogy a munka rám eső részét elvégeztem, méghozzá hibátlanul, még te nem. Te vagy a férfi, neked kell becsukni az ajtót. Nyomon, csak mondom! A szüleim szellemírtók! Negyedik generáció. A lehető legjobb. Ezért tanulok mellettük. Várj! A szüleim, Steve és Julie, a szorongó kutatók az iszap bizniszből? Civilben tudósok abból élnek. A szellemírtás valójában nem jövedelmező, ez amolyan önkéntes munka. Mint amikor az ingyen konyhán segítesz. Igen, Szédi, mint egy szellem ingyen konyhán. Ez a mobilom. A szüleid azok. Halló? Cobb, mi történt? Tudjátok, éppen társas hoztunk, és hirtelen áramszünet lett az egész házban. Tessék! És de Mata elszabadult, ti meg nem voltatok sehol, és szóval... Skyler, jól van? Jól van, kivéve, hogy az elmúlt 15 év minden félelmmel lecsapódott rá. Anyád beszélni akar veled. Anyu! Skyler, drágám, jól vagy? Jól vagyok. Kivéve, hogy itt hagytál Cobb-bal, aki becsavarodott. Nem csavarodott be, igazat beszél, és szeretném, ha nagyon figyelmesebb meghallgatnád. És tedd azt, amit mond. Skyler! Skyler! Anya! Anyu! Skyler! Halló! Megszakadt. Pazar. Skyler veszélyben van, meg kell fékeznünk, Damata. Nyugalom, úgy lesz. Te oda az ilyen! Bob! Munkázzunk! Amikor azt mondtad, hogy a gonosz Pini Skyler lelkére pályázik. Ez teljes képtelenség. Csak átvitt értelemben gondoltad, ugye? Nem. Szó szerint. Úgyhogy segíthetnétek abban, hogy Skyler nehogy... Egyedül maradjon, hova megy! Ereszel, hagyjál! Hová mész? Egy szellem vadászik rád! Ez nem lehet igaz. Ez egy rémálom. Elmegyek Ryan buliába, és majd egyszer csak felébredek. Skyler, hidd el, amit mondok! Elég ebből! Siri, valami nagy gáz van velem. Kalapál a szívem, és izzad a tenyerem, és a gyomrom is összeszorult. Ez a félelem. Én minden nap ezt érzem. Van, hogy többször is. Én tesi óra előtt mindig. Én meg dolgozatoknál, házi feladatnál, ha a fiúkkal dumálok, vagy lányokkal, vagy tanárokkal, és eladókkal, vagy a szüleimmel. Én még sosem éreztem. Miért érzem most ezt? Mert Demata elszabadult. Az a nő a félelem asztrálsíkra való kivetülése. Általában csak álmunkban látjuk őt. Minden este. Van, hogy kétszer. De ha elég félelem van a levegőben, mint most Halloween-kor, akkor elég erősek, hogy fizikai formát öltsenek. A szellemírtók dolga, hogy ezt megakadályozzák.
Mit jelent, hogy megakadályozzák? Minden szellem ragaszkodik egy élő emberhez, általában egész életében. Ha az illető túlságosan szorong, akkor a szellem teljesen birtokba veszi. És ki az a Demata? Ő a te szellemed. Demata egy ősi szellem, és halhatatlan. Nem lehet elpusztítani, és mindig a legerősebb élő lelket keresi, mint a nagyapád. A nagyapám? Ő a születésem előtt meghalt. A nagyapád is szellemírtó volt. Egész életében azon volt, hogy Demata ne tudjon megerősödni, de a végén már nem bírt vele. Majd Demata új gazdatestet talált. Téged. Szia, kicsi Skyler. Tűnj a közeléből! Különben. A szellemírtás anyád vérében van. És hogy segítsen neki, apád is szellemírtó lett. Ezért megtért? Nem, nem volt probléma, református volt. És amúgy is tudós, átalakították a nagyapád fegyvereit, és olyasmit értek el, amit korábban senki. Ez jó lesz. Rájöttek, hogyan ejtsenek rabul egy ősi szellemet. Miután bezárták a szellemedet, félelem nélkül nőttél fel, de most minden rád zúdul. Ejha, nem semmi. És totál hihetetlen cső. Ezt miért nem árulták el a szüleid? Hogy miért? Mert nem igaz. A szellemírtás generációról generációra száll. A szülők csak 16 éves korukban mondják el a gyerekeiknek, hogy normális gyerekkoruk legyen. A normálisról jut eszembe. Ez nagyon nem az. Úgyhogy megyek Ryan buliába. Sky, egy szellem üldöz. Jó ötlet oda menni, ha Demata visszajön érted, akkor legalább nem leszel itt. De kelleni fog fegyver. Fegyver? Igen. Ó, jóságos vízipisztoly! A nyaláb lelassítja őket. A plazma ezzel jól rájuk lehet ijeszteni. De ahhoz, hogy elkapjuk őket, ezt kell bevetni. A molekula atomizálót, a szellemeket ezzel folyékonnyá változtatjuk. Ez nagyon bejön. A TV-ben láttam. MTE! Mobiltároló egység fogva tartja őket, amíg haza nem hozod és be nem teszed őket a tankba. Amit meg kell javítanom, mert a tank nélkül végig. Te nem jössz velünk? Bla 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 bla, esetleg indulhatnánk lassan. Miért viselkedik így? Még sosem érzett félelmet, meg kell emésztenie. A tagadás gyakori reakció. Ha nem jössz velünk, akkor maradunk itt. Menjetek és segítsetek Skylernek biztonságban eljutni a buliba. Figyelj, én majd követlek titeket ezzel. A sisak kamerával. Az a helyzet, hogy inkább hazamegyek és elbújok az ágy alá, ezért... Nem, nem mész. Skyler veszélyben van. Fejezzük be a fecsegést és induljunk, mielőtt pánikrohamot kapok. Srácok, léci, már itt sem vagyok. Nem mehetsz fegyver nélkül. Hagyjál! Nem! Halloween van. Mondhatod, hogy szellemírtónak öltöztél. Azt se tudom, hogy az milyen. A te generációdnak már fogalma sincs a klasszikus cifikről. Én vagyok a babysitter. Te vagy a bébi, úgyhogy ne vitatkozz velem. Jó. A kicsit választom. Ezt is vidd. És ezt is. Ezt mindenképpen. Ez sem fog ártani. Kizárt. Jól van, volt ez kicsit sok. Itt vannak. Szerinted csapda? Biztosan. Elkapjuk őket? Mindenképp. És én menjek előre? Még jó, hogy... Jó. Rendben. Siessünk, a buli már elkezdődött. Ne feledd, figyellek. A kamerán keresztül. Rendben? Biztonságban leszel? Talán... Drágám, ez csak placebo. Ez nem placebo. Rengeteg kutatás bizonyítja. Ja, amit a fokhagymaipar támogat. Mikor voltam utoljára beteg? Nem tudom. Mikor voltam utoljára beteg? Van egy meglepetés. Skyler! 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 Anya, apa, hol vagytok? Siessetek! Drágám! Skyler! Anya!
Segítség! Anya! Segítség! Segítség! Könnyebben. Az egyik szellemet, aki Dematával, már láttam korábban. A banyát? Igen, régebben Suli Momusnak hívtam. Amikor először láttam, éppen nyelvtan tanultam, és rosszul betűztem, hogy kacsa. Hát, azt nehéz elrontani. Aztán mindig megjelent, amikor fontos Dolly előtt álltam. Akkor is, ha nem láttam, éreztem őt, mintha tudná, hogy úgy is elrontom, és el is rontom. Én a másikat láttam. A madári esztőt? A házunk mögötti erdőben él. A többi gyerek mindig kicsúfolt, mert féltem ott játszani. Amikor idősebb lettem, mindenhol ott volt. Ahogy mondtad, ha nem is láttam, tudtam, hogy ott van. És elfutottam. Ő az! Srácok, ne féljetek, oké? Cobb azt mondta, a félelmünkből táplálkoznak, bármi történjék, ne váljunk szét! Nevetségesek vagytok! Azt hiszem... Nem szabad futni, Harry! Cobb! Ne félj, Harry! Cobb! Cobb! Ne félj! Harry, a félelmedből táplálkozik. Próbálj megnyugodni, mély levegőt veszel? Úgy érzem, nem is lélegzem. Harry! Harry! Meglepetés! Mérföldekről kiszagolom, ha félsz! Haver, bűz lesz! Hol van Harry? Nézzük meg, hogy jól van-e. Igen, menjünk, nyomás.
hangja lehet, jól van? Csak... Kővédelmet, félelmében megelmet. Ez történik azokkal, akik alul maradnak a szellemükkel szemben. El kéne járnom gyúrni, ez nevetséges. Meg tudod gyógyítani? Azt hiszem, de nem itt. Muszáj, muszáj visszavinnünk a laborba. De ti menjetek el a buliba. Ezek mind igaziak? Azt meghiszem. Menjünk. Hát, halálra révült. Itt vagyok. Nem láttalak. Ennem kellett volna fokhagymát. Ne mondod. Drágám, ne... Hol vagyunk? Apám régi laborjában. Kicsit megváltozott. Aha. Vajon mit tartogat a számunkra? Remek kérdés, Steven. Örülök, hogy feltetted. A cél, hogy elpusztítsalak titeket. A csontjaitokból bútort készítek, amolyan szellem járt a kastély hangulatban, ha úgy tetszik. De hogy hogyan pusztítalak el titeket? Kitaláljátok? Nem. Ó, nem már. Jó móka lesz. Oh, pillanat, pillanat. Négy szó, rendben? Látjátok? Oké. Első szó. Na, nem is próbálkoztok. Na jó, első szó. Nem? Ah, jól van, még egyszer. Rendben, jó, elmondom, mit teszek veletek. Halálra foglak. Ezt nézzétek el! Jó, sok sikert hozzá. Csak ennyire futja 15 év után. Kár. Ez szomorú. És megalázó. Nagyon kínos. Roppant kínos. Uh-huh. Nem vagytok ti véletlenül profik. Nem tudsz megijeszteni, edzettek vagyunk. Ja, a penész. Megviselt téged. Nyugalom. Félni fogtok, ha a lányotokat halálra ijesztem a szemetek láttára. Erre vártam. Ezt akartam látni. Repülök, papá! Végen nincs több futkozás. Ugye nem akarsz itt hagyni? Muszáj. Vissza kell vinnem, hogy meggyógyítsam, és a tankot is meg kell javítanom, hogy kész legyen, mire a szüleid levadásszák Demáját. A szüleim? Vajon jól vannak? Ó, igen. Ők profik. És én rendben leszek? Rendben leszel. Ne feledd, szellemírtó vagy. Ötödik generáció, tőled félnek a szellemek. Nem fordítva. Jó. Értem, persze, már mint gyerekjáték lesz. Rendben, lélegezz, nyugi. Jól van, szeretném, ha szemmel tartanád. Neked kell bátrabbnak lenned. Nem tudod, mekkora őrültség ez. Remek! Hopika! Ó! Mit szólsz, főnök? Elkapjuk Skyler! Még nem. Még nem vagyok elég erős hozzá. Táplálkoznom kell a lány félelméből. Akkor kapjuk el őket, és jó étvágyat. Később. Előbb jól lakom egy másfajta félelemmel.
Igen, de hová mész? Halloween van! Kell egy jelmez! Szerinted kell nekünk jelmez? Ha ostobább volnál, papír nehezék is lehetnél. Az nem is volna rossz. Én sosem öregszem! Ezt nevezem én pokolian dögösnek. Nem jöttem. Nem várhatunk többet Skylerre. Akkor majd én énekelek. Nem bánod? Nincs lámpalázad? Nincs. Megoldom. Jól nézek ki. Ó, ezt hogy érted? Jól áll a hajam. Nem kéne levágatnom. Ez egy pattanás? Pattanásos vagyok. Mi ütött beléd? 15 évnyi félelem egy nap alatt. De most komolyan, szerinted ne alapozzam le. Talán haza kéne mennem. Skyler, gyönyörű vagy, gyere. Elrejtőzünk a tömegben, senki sem fog bámulni. Megjött. Hölgyeim és uraim, Skyler Louise. Skyler megígérte, hogy énekel nekünk ma este. Totál elfelejtettem. Utat neki, srácok. Miért érzem ezt? Miért érzem ezt? Miért érzem ezt? Gyere fel, Sky! Ne légy szégyenlős! Ne hagyd, hogy megfélemlítsen! Kalapál a szívem, valami nem stimmel velem. Ez igaz, anya? Még sosem érzett félelmet, majd feldolgozza. Majd feldolgozza. Felmenni a színpadra és szembenézni rengeteg emberrel. Ez félelmetes. Szia, világ! Megjött, anyu! Te semmitől nem félsz. Nem vagy normális. Egyszer még ezt kísérteni fog. Ne feledd. Csak add át magad a zenének. Hát, nincs más választásom. Gyerünk, srácok! Sikerülni fog. Oké. Okay. Mindent bele, Sky. They don't scare me, I'm not shaking.
egyik kedvencem. Elképesztő! Egészen hihetetlen! Ez bizonyára nagyon megalázó neked. Ez az évszázad égése. Innentől átveszem. Minden bele, fiúk. Mi történt a nyakadtam? Találtam egy földön túli csodadokit. Sky! Mit csinálsz? Nem vacsoráztam. Ó, elég volt, megfulladsz. Nem várom. Ez csak stresszevés. Nem a stressz miatt teszem. Éppen, hogy csak csipegetek. Széri, ez életem legrosszabb napja. Van ez a rettenetes, szorító érzés a gyomromban, ami nem enyhül. Már mondtam, ez a félelem. De hogy győzzem le? Sehogy. Szokj hozzá az érzéshez, mint mindenki más. Oh, ez nekem sok. Sky. Oh-oh. Az anyám. Gyere. Keresek valakit, aki nem játszik hamisan. Ó, reménytelen vagy, drágám. Az a fajta, aki a sok gyakorlástól sem lesz ügyesebb. Mekkori udvarház. Itt élt? Ez nem lehet igaz. Anyu elmesélte volna. Ahogy azt is, hogy szellemírtó. De már te teljesen sarokba szorította. Pont mint az öreg Mekkorit. Évekkel ezelőtt itt lett öngyilkos. Mi van, ha Mekkori volt a nagyapám? Talán éppen ezért vannak itt. Kik vannak hol? Skyler, ezt nézd meg. Ez a ház tele van szellemekkel. Ha el kell tűnnünk innen. Nem. Hogy érted, hogy nem? Minden barátunk itt van. Ha elmegyünk, mi lesz velük? De mi tehetünk értük? Csak nekünk van fegyverünk ellenük. És az egyikünk 5. generációs szellemírtó. Nem megy. Nagyon félek. Én egész életemben féltem. És tudod, mit tanultam belőle? Hogyha elfutok előle, csak rosszabb lesz. Gyere!
Képes vagy rá? Utállak. Én is utállak. Menjünk. Jól van, kell még valami? Oké, okay. Jól van. Ebből is. Kérlek, te másbanár ijesztő! Bocsánat. Ez volt az utolsó gondolatom. A legjobbakkal is megtörténik. Haver, totál kikészültem. Képzeld, mindent láttam és hallottam, de félelmemben megbénultam. Teljesen kikészültem. Cserben hagytam Skylert és Sadie-t. Majd segítesz nekik legközelebb. Viccelsz velem? Béna vagyok. Hazamegyek. Jó ötlet. Igen, ha valami túl nehéz, akkor sokkal jobb megfutamodni és kibújni a felelősség alul. Kit érdekel, hogy veszélyben vannak és kell lesz nekik? Nem tudok segíteni. Gyáva vagyok. Nem kell hősnek lenni, hogy segíts megjavítani a tankot. Mit csináljak? Hát, forraszthatnál és... Hoppá, igen. Ez itt. Irtó mocskos, szóval... Nyugalom. Csak semmi pánik. Szia, Josh. Minek a fegyver arzenál? Jelmez része. Tudod, de... Puff, puff! Vicces. Igen, szia! Josh? Igen. Hol van a lábad? Szükség. Igen. Hogy néz ki? Fantasztikus, ős tehetség vagy. Jól van, inkább tedd azt le. Skyler! Skyler! Cobb! Hogy van, Harry? Jól van. És ti? Jól vagyunk. Elkaptunk egy szellemet! De rengetegen vannak, több csapda kellene. Rendben, már is viszek nektek néhányat. De? Jó, rendben. Várj! Most én. Igen. Mi történt? Jól vannak? Jól vannak. Csapdák kellenek. Bár csak két helyen lehetnék egyszerre. Maradj itt, sietek vissza. Várj. Add ide a táskát.
Majd én elviszem nekik. Biztos? Igen, biztos. Adj nekik, Tigris. Megcsinálod egyedül? Megoldom. Ó, Harry. Hú, ennek befellegzett. Teljesen lényegtelen. Nem, nagyon is fontos, nagyon ugyanarra nem mindegy. Mozogja, merre én mozgok. Mi van? De honnan tudjam, hogy te össze merre kell dolgoznunk, segítek, de nem, ez itt nem jó, ez billeg és nem mozgás. Dionózia, mi folyik ő a sarkon? Ne kukoricázzunk, hová megyünk? Oké, jó. Egyre magabiztosabb. Mit tegyünk, hogy letörjük a szarvát? Hagyd a barátaimat! Igen! Úgy látszik, aggódik a barátaiért. És jó sok van belőlük a bálteremben. Igen. Nyomás! Szóljatok a többieknek! Ideje egy kis tömeghisztériát kelteni. Jó, na rendben, jó ötlet! Vannak itt más szellemek is, kik! Olyan ostoba vagy! Ez a jelmez egyre büdösebb. Táncolunk! Na nem, hát nem. A te bajod? Mira, jól érzed magad? Volt egy rettenetes nő, aki elrabolt. Várj, Dímata. Merre ment? Az emeletre. A bálterembe. Kösz. Menjünk. Szia. Nem látjátok a nyakmerevítőmet? Jaj, nekem. Hívna valaki egy taxit! Számítottam. Ügyes húzás, gyáva nyúl! Biztosan fájt, igaz? Erről nem volt szó. Én sem tudtam róla. Oh. Elérkezett a legrosszabb rémálmotok! Drágot cserélni? Nem félek tőled. Dehogy nem félsz. Félsz tőlem, a sötéttől, az osztálytársaitól, akik beléd kötnek.
Lásd be, haver! Mindenkitől félsz, barátom! Nem igaz! De gyáva vagy, idáig is az voltál, ezután is az leszel! De... Nem! Félek! Már! Tőle! De! Félsz! Tőlem! Nem! Hagyj engem békén! Végeztem veled! Mióta ismerjük egymást? Kérlek, félj tőlem, léci szépen, kérlek! Véged van. Végem? Várj, félelmetesem leszek! Csak maradj nyugodt! Most nem rezelhetsz be! Nem is tudom, drága! Szerintem van miért berezelni. Jól mondom, banya? Kétségtelenül! Ezt a szót sem tudod helyesen leírni. Ez nem a tested, igaz, drágám? Először lebögsz minden ismerősöd előtt a hamis karikálásoddal? Ne hidd, hogy nem foglak kísérteni egész életedben. Skyler! Ha bátor maradsz, akkor megsemmisül! Bármivel fenyeget! Ne félj tőle! Nonsense. Vagyok. És magabiztos. Ostoba vagy. És gyáva. Magabiztos vagyok. Hogy írod, hogy kacsa? Ká? A? Sziasztok! Már mindenhol kerestem. Hozd a gitárod, és kísérj! Mi van? Gyerünk, szállj szembe velük! Ne hátrálj meg! Bármitől is félsz, ne mutasd ki! Akusztikus a gitárod, ugye? Gyere! Keresd meg a bandát! Oké! Ostoba vagy, hogy nem tudsz helyesen írni. Őket. Neked van a leghamisabb hangod. Húzz el onnan! Röhelyesen nézel ki!
You used to make my heart pound. Just the thought of you. You used to be a cold wind. Always blowing through. But I won't take it anymore. That's not what I came here for. I'm stuck in your head. I'm back from the dead. Got you running scared. I'm fearless. I'm calling you out. I'm taking you down. Don't you come around. I'm fearless. I'm fearless. Alec! Szegű szembe, Ryan, képes vagy rá? Te miről beszélsz? Én vagyok Ry! Gyerünk, csinálj olyat, amitől félsz! Eljössz velem randizni! Igen! Drágám, az este folyamán nem vesztetted el a szüleidet?
is, és ledobom őket. Ugye nem hitted, hogy kiénekelsz engem magadból? Nem vagyok egyszerű szellem, nem véletlenül hívnak engem örök életűnek. Skyler! Haga, Steve! Ne félj tőle! A félelmedből táplálkozik! Meg! Komolyan! Még egy szó és ledoblak titeket! Gyerünk, Harry! Segítenünk kell neki! Lehet, hogy a többi szellemet megfélemléted, de újak születnek. Mindig lesznek újak. Mert mindig lesznek, akik félnek. És a félelem szüli a szellemeket, nem fordítva, drágám. Engedd el a szüleimet! És vigyél el engem! Tessék! Elnézést, mit mondtál? Ha visszateszed őket, azt teszel velem, amit akarsz. Ne, ne, drágám! Ne csináld! Elfogadom az ajánlatot, de előbb dobd el a fegyvert. Drágám, ne! Ne, ne tedd! Ne csináld! A másikat is, a csuklódon. Meglepetés! Amilyen soha életedben nem éreztél!
háromszoros erőbe. Most őszintén, nem kevér itt a sok fej, de... de... Most! Bízzatok bennem, kérlek! Bízom a lányomban, bízom a lányomban! Nagyon okos a lányunk! Igen. Megoldja! Már nem gyerek! Fiatal felnőtt, ideje, hogy belássuk! Ideje, hogy elengedjük! Igen! Bízunk benne! Igen! Na, most ki van szóba fogságban? Remek, drágám, remek! Kéne az a kötél! Aha, szeretnénk, ha felhúznál! Már is, apu! Skyler! Ó, drágám! Ó, Skyler, kicsi! Ó, drágám! Jól vagy, úgy örülök. Szédi, Harry. Szédi, Harry, köszönjük. Kösz rácok, ez meleg volt. Látjátok, bízhatok bennem. Igen. Ó, drágám, annyira nagyon, szeretünk. Nagyon. Felfüggesztitek a szobafogságot? Igen, persze, felfüggesztjük egy fél órára. Nem már, megmentettem az életeteket. Ez igaz, jó érvedben, tökéletesen igaz. Valójában úgy hiszem, nem árt, ha félünk bizonyos dolgoktól. Nincs annál jobb érzés, mintha félünk valamitől. De legyőzzük a félelmünket. I can feel you coming from a mile away. My pulse starts racing from the words that you say. And you say so many of them like you don't have a clue that I'm signed, sealed, delivered with a stamp on. You don't have to try too hard. You already have my heart. You don't gotta think to prove I'm already into you. So a félelemtől sosem szabadulunk. Van, ami örökké félelmetes lesz, mint például a nyilvános szereplés. Szóval levonhatjuk a következtetést, hogy az amigdala felelős a félelemérzetért, azonban az agyunk ezen része valójában a segítségünkre van. So loud and the speakers blowing up to this dance song. You don't have to try too hard. You already have my heart. You don't gotta think to prove I'm already into you. És ha nem félnénk, nem tudnánk, mikor kell menekülni. Nézz a lábad elé, idióta! Kit neveztél idiótának? Te idióta! Csak nézz a lábad elé. Vagy hogy milyen jó érzés legyőzni a félelmeinket. Aktivitást mutat az anyag. Nézd csak meg! Ó, nézzenek oda! Ha,
magyar hangok. Nemes Takács Kata, Fehér Tibor, Baradlai Viktor, Orosz Anna, Laklót Aladár, Karácsonyi Zoltán, Molnár Ilona, Gulás Fanni, Kocsis Marian, Barbinek Péter, Agócs Judit. Magyar szöveg Boros Karina, hangmérnök és vágó Hullósi Péter, gyártásvezető Németh Pirosban, szinkronrendező Nikodén Gerda. A szinkront az SDI Media Hungary készítette. Produkciós vezető Borsos Edit.